Csapó 8. Jó napot kívánok, egy interjút szeretnénk készíteni a Foci VB-vel kapcsolatban. Jó napot, miben segíthetek? Jó napot kívánok, pár kérdést szeretnék feltenni a Foci VB-ről. Tessék, parancsoljon. Hogyha tudja, esetleg rá lehet vágni. Mikor volt utoljára foci világbajnokságon a magyar válogatott? Hát ezt nem tudom, szerintem 80 valamennyiben. Nekem úgy tűnik, hogy igen, 1982-ben talán. Igen, akkor ő. Körül, fantasztikus. 1986-ban. Igen, kb. 28 éve pontos. A magyaroknak melyik milyen nemzetiségű az edzőjük? Német? Majdnem. Osztrák? Nem. Akkor nem tudom. Belga. Most nem olasz? Nem. Még egy tipp? Német? Nem. Hát mondtam, én nem értek, nem belga. Is nézem. Belga. A belga. Ó, a mindenit is. Belga volt, de most olasz lett. Párkoroszti. Ez meg most főleg ilyen tippre megy ez a kérdés, hogy ő maguk szerint ki fogja megnyerni a VB-t, a világbajnokságot most. Ez jó kérdés. Mondjuk az orosz. Az első az orosz. Az első az orosz lesz? Igen. A második a... A lengyel. A lengyel és? Akkor a harmadik még ki fog játszani, nem tudom. Ön szerint melyik csapat lesz a harmadik a most a világbajnokságon? Ja, a foci? Jaj, ne haragudj, nem nézem a focit. Nem de ezért lesz izgalmas. Mondjak egy országot. Uh-huh. Dánok. Nem. Dánok, már kiestek. Ja, már kiestek. Akkor svédek? Nem. Uh-huh. Sajnos, de te tudod előre, hogy mi lesz az eredmény? Nem. Hát a horvátok ki fognak esni az oroszok ellen, akkor szerintem egyeneságon tovább jut, első lesz Anglia. Igen. Én azért megtippelem. Kérünk szépen egy azért tippet. Legyen a Horvátország, azért megtippelem, hát ha nyernek a ruszkik ellen. Köszönjük szépen. További szép napot viszontlátásra. Csináltunk még egy interjút, mert nem tudom.